Üdvözlök mindenkit, ez itt egy videoblog, amiben a hétköznapi napjaimról fogok beszélni, suli után, hogy hogyan tanulok, meg hogy hogyan nem tanulok, meg hogy mit kéne csinálnom, meg hogy mit csinálok. Szóval hát ezekről fogok beszélni. Szóval be is mutatnám, hogy hogy szoktam tanulni ezzel a menő kis matek könyvemmel. Tehát úgy szokott lenni az egész, nem tudom, láttok-e? Felülök így. Szóval kinyitom a könyvemet, figyelj. Kinyitom, megkeresem, hogy hol van a házi, melyik oldalt van, mondjuk legyen a 161. oldalon. Elkezdem olvasni a feladatot. Azt csinálom, hogy becsukom a könyvet, eldobom a és utána holnap megkérdezem valakitől, ebédkor, mert ugye egy óra ebédszünetem van, úgyhogy ebédkor le tudok másolni házikat, úgyhogy vagy így szoktam, vagy azért néha meg szoktam csinálni a házimat, hogyha olyan kedvem van. Hát igazából ez van, hogy így szoktam tanulni, és miután eldobom a könyvet és azt mondom, hogy na jó, hagyjuk a pitába, elő szoktam venni a gépemet. A gépemet előre veszem, és mit csinálok a gépemmel? Hát persze, hogy YouTube videókat nézek, és utána mit csinálok még, ugye zongorára is járok, hát zongoráznom is kell valahogy. Ezt is megmutatom, hogy hogy szoktam zongorázni, szóval ezt most elteszem ezt a gépet innen, szóval hogy is szoktam zongorázni, át is teszem mindjárt a kamerát. Ez lett volna a cápának a remix szongja. Remélem tetszett, és akkor most jöhet a komolyabb, könnyű zene, szóval. Szóval kb. Így szoktam én is zongorázni, amikor nincs bekapcsolva a kamera, nem túloztam, ezt komolyan mondom, így kell zongorázni. És néha szoktam olyat is, hogy egyből diszkószámot csinálok belőle, szóval így, figyelj. Szóval ez így nem olyan jó, úgyhogy felszoktam néha pörgetni, és valami ilyesmi lesz belőle. És sokszor házi helyet mit szoktam csinálni? Kártyatrükköket, mert én nagy bűvész akarok lenni, amint az vagyok, nem azért nagy nem vagyok, de bűvész az vagyok, szóval akkor is a kicsi bűvész, de bűvész vagyok, úgyhogy be is mutatnék egy trükköt, ahhoz le fogjuk előbb engedni a kamerát, hogy lássátok jól a kezemet, nehogy azt higgyétek, hogy csalok, oké, mert a bűvészek nem csalnak, szóval figyelj, egy pakli kártyánk van, oké? Meg is keverem. Így. Oké. És bárhol így letemegyek a mi az, az ujjammal, és bárhol, amikor azt mondod, hogy stop, én ott felemelem a paklit, és az a kártya lesz a tiéd, ahol megállítottál engem, oké? Nem tudom, hogy most fókuszban van-e. Na, mehet. Szóval indulok, megyek. Mondjuk stop itt, oké. Akkor nézd meg a kártyádat. Itt van a te kártyád, tudod mit? Csak a te kártyádra lesz szükségem. Úgyhogy ez a
Káró. Mi ez? Hogy hívják ezt? Jack of Diamonds. Káró. Bubi Káró. Oké, figyelj. Szóval azt csinálom, hogy megrázom így szépen. És ahogy láthatatlanná válik. De még itt van amúgy, csak láthatatlan. Szóval amit csinálok, megfogom. És a zsebemből kiveszem az új paklit. Oké, szóval kivettem egy új paklit a zsebemből. Itt van a láthatatlan kártya. Amit csinálok, az most az, hogy beleteszem. Várjál, fordítva. Úgyhogy nem, még kiveszem. És megfordítom a kártyát. Fordítva beleteszem a pakliba. Így, oké? És figyelj, mert gyors lesz. Oké? Ezáltal láthatóvá vált újra a kártya. Úgyhogy lehet, hogy nem hisztek. Ezért most kiveszem. Ez a két reklámkártya, amire nincs szükségünk. De egy fordított kártyát kell, hogy keressünk. Szóval megyünk addig, amíg nem látunk egy fordított kártyát. Itt van egy fordított kártya. És ez a kártya nem más, mint a Jack of Diamonds, aminek a hátulja is teljesen más, ahogy láthatod. Úgyhogy ez az egyetlen olyan kártya, ami egy másik papírból lett ideletéve. Így megmutattam, hogy hogyan telnek a napjaim a suli után. Ú, de jó. Ú, az árnyékaim. Szóval, hogyha tetszett a videó, kérlek szépen osszátok meg, és hogyha még több vlogot szeretnétek látni, akkor kommenteljetek, vagy lájkoljátok be a videót. Köszönöm, a következő vlog videóban, vagy a rendes videóban találkozunk. Addig is, szevasztok, hellóztok, mizu. 3, 2, 1. Beat it, beat it, beat it.